Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán! A mai videóban a TFP fotózásról lesz szó, úgyhogy kezdjünk is bele! Tehát mi a franc az a TFP fotózás? Egy angol szónak a rövidítése, time for print vagy picture. Akkor szoktak ilyen fotózásokat rendezni a fotósok, amikor saját projektjeiket szeretnék megvalósítani. Általában ezeken a fotózásokon senkinek nincsen haszna. A résztvevők bartel alapon egyeznek meg. Még úgy is szokták hívni, hogy ezek ingyenes fotózások, de ez közel sem igaz, hiszen a fotós és a modell értéket adnak át egymásnak. A modell az idejét és a tudását, míg a fotós cserébe képeket ad át a modell. Így mindenki jól jár, mert a fotósnak lesz egy anyaga, amit felhasználhat a weboldalán, illetve a portfóliójában, majd a modellnek is lesz anyaga, amit elküldhet különböző cégeknek, hogyha modell szeretne lenni, vagy ha nem, akkor kapott egy portfóliót vagy egy portrésorozatot, amiért mások kőkeményen fizetnek. Na de ez volt a happy end része és a szép része, és most nézzük a jogi részét. Egy ilyen fotózáson bizony írni kell egy TFP alapú szerződést, amiben lefektetjük a szabályokat. A szerződésben általában az van beleírva, hogy hol történt a fotózás, milyen céllal készült, hol lesz felhasználva, illetve hogy milyen jogosultságai vannak a feleknek az elkészült képekkel kapcsolatban. A modell és a fotós adatai is fel vannak tüntetve a szerződésben, mint például név, cím, elérhetőség, személyigazolványszám, stb. Szerződést azért érdemes írni, mert így mind a két fél védve van. A modellünk például attól, hogy a róla készült fotók nem lesznek például pornográf vagy szexuális helyeken felhasználva. Persze, hogyha eleve így egyeznek meg, vagy ilyen helyekre készülnek a fotók, akkor igazából nincs gond. Illetve a fotós nem húzhat anyagi hasznot a képekből a modell beleegyezése nélkül. A fotóst azért védi, mert a modellről készült képeket nyugodtan felhasználhatja a portfóliójába, illetve a munkája előmenetelébe. Természetesen csak addig a pontig, amíg nem sérti a szerződésben lefoglaltakat. Ezeket a szerződéseket egyébként le lehet tölteni az internetről is, TFP vagy TFCD néven lehet megtalálni őket. Úgyhogy nagyjából ennyit erről a témáról. Ez a videó röviden ennyi lett volna, én megköszönöm a figyelmeteket. Ha tetszett a videó, a megfelelő gombok megnyomásával ezt kifejezhetitek, illetve a gondolataitokat a komment szekcióban oszthatjátok meg velem. Ha viszont további tartalmat szeretnétek látni, akkor mindenképp iratkozzatok fel valahol itt. Sziasztok!